A legerősebb játékosokkal szeretnél játszani az Ultimate Teamben? Esetleg csomagokat nyitogatnál és zsetonra van szükséged? Akkor látogass el a Footpark oldalára és használd a Christian kuponkódot további kedvezményekért. Durrantam nektek a konzol képet, szóval 34-es szinten itt van egy Toni Kroos, illetve egy Gerrard kártya. Én eldöntöttem, srácok, hogy a Kroost fogom kivenni. Tudom, hogy a Gerrardnak van még esélye akkor, hogyha 2 darab gólt rúg az angol válogatott, hogy fejlesztést kapjon, viszont mindösszesen 1 darab playstyle-t fog kapni, semmivel nem lesz jobb, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy Kroost fogjuk kiszedni a 34-es szinten. Ez lehet, hogy hiba, lehet, hogy nem hiba, meglátjuk majd, srácok, de Kroos lesz a mi játékosunk. Puskás testvérünket fogjuk kivenni a 35-ös szinten, természetesen Pancho is here! Ezért küzdöttünk, srácok, az elmúlt hetekben. Pancho Papa megérkezett 98-as ratinggel. Unbelievable, gyerekek. Ez a legmagasabb értékű kártya jelen pillanatban az egész játékban. Egészen hihetetlen érzés. És az, hogy magyarként Puskás volt a 35-ös szint, az valami elképesztő. 2.9! Geci nagy. Istenem, de vártam már, hogy ezt a Puskást kiszedjük. Ezért játszottunk egész hónapba, gyerekek. Ez egy elképesztő kártya. Kell ide egy engine, gyerekek. Azt mondja, hogy ez kell ide. Jó, let's go, boys. Kezdjük az első meccset. Puskás! Demében! Ott van, gyerekek! Jöjjenek azok az emótok! Puskás. Pú, bazd meg, ha az bement volna. Just a Puskás! Át a kilép. Cső. Puskás! Puskás! Fel a felsőbe, bossz meg! Óriási mémben, gyerekek! Ez endgame lesz ez az úr. Gyönyörű gól. Pancho, Pancho! I'm done. He is the Kapu fucking. Puskás! Jézusom, milyen lövő ereje van, gyerekek. Unbelievable. Az mi? Ez nem volt les. Ez nem volt les ezek szerint, az komoly. 97-10 Mbappes. Puskás! Nem hibázik! Öcsi bácsi! Mindenki a chatbe, gyerekek! Öcsi bácsi! Nem hibázik, basszátok meg! Tehát konkrétan ez a kártya, ami nem tud hibázni a játékban. Minden gól, geci. Minden gól. Hát igaza volt az összes reviewsnak, aki azt írta, hogy ez a legjobb kártya ever a FIFA-k történelmében. Ez kétségkívül, gyerekek. Ezt nem lehet megállítani. Ezt nem lehet megállítani, és akkor a tiát sem lehet megállítani, ez azt jelenti. Puskás! Look at that dribbling, bro! Look at that fucking dribbling! Milyen dribblingje van ennek az embernek? Hát mi volt az a kis finom csiki-csuki a kapus mellett? Ezt megcsinálja egy 82 máleni. Puskás képvisel, gyerekek! Another level! Az lesz. Ez hogy nem volt lesz csat? Vinike, 1-1. Gyönyörű. Az nagyon nagy. Puskás! Be is teszed, fiam. Ahogy kell. Gyönyörű. Charlison.
Ne csináld! De miért kell ilyen gólt kapni? Hülye, hát az összes cselt nyomja ellenünk, ami létezik kb. A játékba. Minden bugot. Nem volt les. Nem volt les, akkor eldőlt a meccs. Nyilván odapattan. Hát unlucky. Négy góljából kettő odapattant. Megérdemeltem, mert sokkal jobban játszik, mint mi, de bazd meg, ezt nem hiszem el. Nincs idő. Ügyes volt ez a srác nagyon. 2019-esek látszik. Puskás! 1-0! Gyönyörű, szép gól. Nagy labda. Basszus. Most mutasd meg a dribblinget. Most mutasd meg a dribblinget! Puskás! Egy igazi main man! Na erre a Puskás lapra vártunk, uraim, éveken keresztül. Én ezt kimerem nektek jelenteni. Hagyjuk, gyerekek. Hagyjuk! Ez más szint, gyerekek, amit ez a Puskás képvisel ebbe a játékba. Ez a 98. Jobbal is. Akármit lősz, gyerekem, gól. Na, boys, az összegzésem Puskással kapcsolatban, mivel hívtak, úgyhogy mennem kell. 7 mérkőzést toltunk levele, 15 gól, 1 assist, elképesztő. Ennél a kártyánál jelenleg nincs jobb a játékban. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez a Puskás kártya az, amire bármikor is FIFA történetében számítottunk és vártunk, úgyhogy gyakorlatilag én azzal tudnám nyugtázni ezt a dolgot, hogy Puskás jelenlegi lapjánál nincs jobb a játékban. Finishing, dribbling, minden, amit el tudtok képzelni, pace, akármit meg tud csinálni ez a kártya. Ez elképesztő. Ez elképesztő. Ez más szint, amit ez a játékos képvisel ebben a játékban. Szerintem egy kártya sincs, ami ennyire OP lenne, pedig azért 3 milliós Vinicius is van a csapatban. De hogy ez a Puskás bárkit agyonver a játékban, azt tuti. És Toti Van Dijkokkal, és sorolhatnám a legjobb védőkkel sem tudják ellökni. Van ez a playstyle, ez a press proven, vagy mi a fasznak hívják. Ez gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy minden mellett elmegy tulajdonképpen. Minden egyes játékos mellett annyira be tudja fedezni a labdát. Srácok, a VL kvaliban 6-1-ben vagyunk, ez valamikor majd le lesz tolva, össze lesz gyűjtve az összes csomag. Ciao, ciao, szevasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Köszi, köszi a jó kívánságokat is. Szevasztok, srácok.